Vereséggel rajtolt a kosárlabda NB1B zöld csoportjában az Eszterházi SC. Az egriek az első fordulóban Veszprémbe látogattak, ahol a légiósokat is felvonultató hazaiak már a találkozó elején megszerezték a vezetést. 10-6-nál volt utoljára szoros az állás, az első negyed végén 25-14 élvezettek a házigazdák, a fél pedig tovább növelték előnyüket, 51-29-es állásnál vonultak szünetre a csapatok. A mérkőzés második felében tovább nőtt a csapatok közötti különbség, a jól védekező Veszprémiek így 147-re diadalmaskodtak, az egriek szombaton hazai környezetben a békés csob ellen javíthatnak.